temető ünnepek. Megidézze a mentőt, és megidézze a mentős, nem csak ma. Györfi Pál az Országos Mentőszolgálat szóvivője is felhívta a figyelmet bajtársai munkájára, a mentők napjára készült videójában. Magyarország Európában az elsők között 135 éve kezdte el megszervezni az életmentést, az Országos Mentőszolgálat pedig 74 éve alakult meg. Ennek megünneplésére szervezték meg idén is a mentők napját a Józsa András Oktatókórház dísztermében. Azt gondolom, hogy az elmúlt évek felértékelték a biztonságot, mint értéket. A magyar emberek jelentős része szeretné, hogyha biztonságban tudhatná a családját, az ismeretségi körét, és nagyon nagy szükség volt mind a világjárvány alatt, mint pedig, hogyha kicsit keletebbre nézzük most a háborús időszakban arra, hogy a mentőszolgálatok, a mentősök rendelkezésre álljanak, magas színvonalon lássák el azt a feladatot, amit el kell egyébként látniuk, és elmondhatjuk, hogy Magyarországon nagyon magas szinten látták ezt el, nagyon nehéz időszakban, egy nagyon komoly munkateher alatt, azt gondolom, hogy ezért köszönet jár mindenkinek. Az ünnepségen Korcsmáros Ferenc, az OMS regionális igazgatója, nem csak a mentős bajtársaknak és az ápolóknak, de a társszerveknek is megköszönte az együttműködést, mivel a pandémia alatt a mentőszolgálattal együttműködve segítették az életmentést. Ehhez teremtettünk ma egy ilyen ünnepélyes átadót, több mint 100 kitüntetés elismerés kerül átadásra. Köztük a megyében 30, 60 és 75. születésnapját ünneplő mentőállomás is köszöntésre kerül. Egyébként Nyíregyháza mentőállomás, itt elárulom a kulisszatitkokat, az, amely 75 éves jubileumát ünnepli. Ennek érdekében egy emlékplakett kerül ezen jubiláló mentőállomásoknak a mai napon átadásra. A 75 éves nyíregyházi mentőállomás mellett az Ibrányi idén a 30., a Baktalóránt házi mentőállomás a 60. jubileumát ünnepelte. Korcsmáros Ferenc azt mondta, az Észak-Alföldi régió Magyarország legnagyobb régiója, mind a mentőállomások száma, mind a futó kocsipark, mind pedig a dolgozói állomány tekintetében. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 16 mentőállomáson 50 mentőegység teljesít szolgálatot, és mintegy 450 mentő dolgozó, ami azt jelenti, jelenleg minden státusz be van töltve, és ez garantálja a stabil és kiegyensúlyozott mentést.